Ilyen színes papírcsíkokból készülnek ezek az alkotások. Az úgynevezett quilling technika eredete a reneszánszig nyúlik vissza. Olasz apácák és szerzetesek könyvborítók díszítéséhez használtak ilyen módszert. A megyei könyvtárban immár harmadik alkalommal nyílt kiállítása Oncz Illésnének, aki most a papírcsík technikával készült alkotásait mutatja be a közönségnek. Időigényes. Rettentő sok időt vesz igénybe, ezeket meg kell, a rajzokat meg kell alkotni kontúrvonalakkal, és utána tudjuk felépíteni magát a formákat, az alakokat, 3D-be felrakni a kartonpapírokra. Tehát munkaigényes, időigényes. Oncz Illésné, Tilus, 7 évvel ezelőtt egy súlyos betegségből felgyógyulva kezdett alkotói tevékenységbe. Azóta számos kézműves technikát elsajátított. Naponta 10-12 órát foglalkozik ezzel. A kezdet-kezdetén Kemecsén, ahol élek, ott van egy úgynevezett aranyesőklub. És onnan az egyik hölgy ismerősöm, ő invitált, hogy gyere te is, mert hogy ez a klub ez daganatos betegeknek a felépülésében segít, és én bekerültem ebbe a csoportba, ott mutatták meg először a harisnyavirágot, és utána így az interneten kutakodva fejlődtem tovább, és így alakultak ki, hol az egyik, hol a másik, és ezt folyamatosan csinálom felváltva. A megnyitón a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület tagjai is közreműködtek. A tárlat március 22-éig látogatható a megyei könyvtár társalgójában.